A Zrínyi iskola 50 diákja biciklizett el ma délelőtt a Csónakázó tóig. A kerékpáros napot a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Szervezte a gyerekeknek. A cég a résztvevőknek étellel és itallal, a célba érkezés után pedig ajándékcsomaggal kedveskedett. A mai esemény egy horvát-magyar együttműködési program részeként valósult meg. A projekt fő célja, hogy a zöld tábor felújításával létrehozzanak egy kerékpáros központot, majd egy pumpapályát a csótónál. A projekt az 466 ezer euróról szól, tehát durván ilyen 200 millió forintos összegről beszélünk. A zöld tábor felújítása az elég jól halad, most már 50%-os készültségen állunk, és terveink szerint október végéig befejeződnek a felújítások. A pumpapályára pedig most lesz az eljárás lezárva, mármint a közbeszerzési eljárás. Szeretnénk ott is még idén befejezni, nyilván itt az időjárás azért közre tud játszani. Gyere szépen! Az Zrínyi iskola ötödikesei folyamatos rendőri kísérettel tekertek a belvárostól a Csónakázó tóig. A pedagógusok szerint a sportolási lehetőségen kívül a rendezvény egy jó alkalmat adott az osztályok kapcsolatának megerősítésére. Szerettünk volna közösségépítés céljából egy kirándulást szervezni, a projekt pont jókor jött, a gyerekek és mi is nagyon várjuk ezt a csótókört, illetve a biciklizést. Bízom benne, hogy jól fog sikerülni. A Városfejlesztő Kft. A jövőben is szeretne kifejezetten az általános iskolás korosztálynak szóló, a kerékpározást, a mozgás népszerűsítő programokat rendezni.